2012-ben Veszprémből került a PSV Eindhovenhez, 2015-től a Cercle Bruges játékosa, tavaly profi szerződést kapott, a felnőtt kerettel edz a belga élvonalba, egyébként visszajutó klubnál, ahol Zsorzs Lékenc is volt tréner egyébként, ahogyan Torma Gábor pedig játékos. Most kapcsoljuk Puskás Martint, akivel karrierjéről és a VB-ről is beszélgetünk. Szia Martin, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Amióta tavaly megkaptad a profi szerződésedet, a további sorsod és a karriera terveid szerint alakul? Igen, az elmúlt év az úgy nagyjából a terveim szerint zajlott, jó sikerült az élmem is a tartalékban, és úgy egész évben rendszeresen a felnőttel edzhettem. Akkor azt mondtad, hogy lassan szeretnél bemutatkozni az első csapatban is. Mikor léphetsz át a bajnok tartalék csapatból az elsőbe, amely, mint ahogy az elején említettem, feljutott a belga élvonalba? Igen, ugye ez emiatt ez jelenleg egy elég nehéz kérdés, mert ugye tavaly több felkészülési meccsem és barátságos meccsem is volt a felnőttben, de bajnokin vagy kupameccsen még sajnos nem kaptam lehetőséget. A bőkeretben ugye ott mindig is benn voltam, meg most bent is vagyok, de pedig most nyáron reménykedtünk benne, hogy véglegesen fel tudok kerülni a felnőtt csapathoz, de az a baj, hogy ez még egy kicsit várni kell. Martin, magyar labdarúgóként, fiatal magyar focistaként mit érzékelsz most már évek óta Németalföldön, illetve Belgiumban edzve és készülve? Milyen alapokat kaptál itthon egy sikeres nyugati pályafutáshoz még kiskorodban? Mi volt az, amit pótolnod kellett? Volt egyáltalán olyan, amivel lemaradásod volt, amikor elhagytad az országot? Igazából foci szinten, ugye Veszprémből jöve, ugye Rugovics Vendel, meg Kelemen Miklós kezei alól nem volt semmilyen gondom külföldön. Az egyetlen, ami úgy más volt, az a mentalitás. A mentalitás volt, amivel kicsit úgy változtatnom kellett magam. Ha itt belemegyünk a részletekbe, akkor a mentalitásnak milyen részében, szóval milyen kérdésekben kellett máshogy hozzáállnod a dolgokhoz? Hát igazából például ugye az edzés hozzáállások, hogy sokkal keményebbek, hogy sokkal intenzívebbek, meg hogy minden napról fejlődjek, meg hogy annyira módon odaadjam magamat mindig az edzésnek, hogy hétvégén nehogy az legyen például, hogy padra kerülsz, vagy még keredbe se kerülsz, mivel ugye eléggé nagy a konkurencia, és bármikor úgy a csapat mellé kerülhetsz, vagy mondjuk csak a padra. Tehát, hogy azt jelenti, hogy az élet és a focista karrier folyamatos harcot és versenyzést jelent. Igen, minden van. Egyes hétköznapon, és nem csak a mérkőzés napon, meg amikor látjuk a bajnoki meccset, vagy a komoly meccset, hanem minden egyes órában harcolni kell. Igen, pontosan. Erről van szó. Nagy siker volt a Cercle Bruges-nél, visszajutott a csapat az élvonalba. Hogyan élték meg a klubnál? Illetve, hát azért a kérdés innentől adódik, hogy a felnőtt az első csapatba kerül, és ezzel azt gondolom az ember, hogy lehet, hogy tovább nehezedik, nem? Igen, igazából ugye mi, ahogy mi itthon mondtuk, ez nekünk az egyik szemünk sír, a másik viszont nevet. Mivel ugye nagyszerű dolog újra visszajutni a felnőtt csapatba, ugye mindenkinek ez egy tökéletes lehetőség is újra első osztályba játszani a felnőttnek is, és úgy szintén nekünk is. De ugye ez így nyilvánvaló, hogy most így sokkal nagyobbak lesznek az elvárások is, és igen, így sokkal nehezebb lesz elérni a felnőtt csapatot is. Miben fejlődtél a legutóbbi időszakban azzal, hogy már a felnőtt kerettel, a felnőtt csapattal edzhetsz egy ideje? Igazából a játékgyorsaság, ugye az amúgy mindig fejlődik, amikor egy tartalék csapatból vagy egy utánpótlásba fejlődsz a felnőtt csapatba, az erőszakosság is, ugye sokkal erőszakosabb lesz az ember, mert sokkal keményebbek a párharcok is, és a kondíció is, ami nagyon fejlődött azóta. A Cercle Bruges szakmai partner egyébként az AS Monaco, ez milyen lehetőséget kínál a klubnak, kínálhat a fiataloknak, azon kívül, hogy most is például ugye a két csapat, a két klub játszik egymásra a felkészülési mérkőzést. Igen, játszani fognak is, és egyelőre a partnerség az, hogy abban merül ki, hogy elsősorban a Monaco a saját játékosait próbálja itt játék lehetőséghez juttatni, szóval akik nem kapnak játék lehetőséget a Monacóba, azokat ugye átirányítják ide, és azok itt szoktak játékos lehetőséget kapni. Puff, neked újabb konkurencia, igaz? Igen, mert ez ugye egyre nehezebb, igen. Nem baj, teher alatt nő a pálma, ahogy a mondást tartja. Brüsszben élve a belga válogatottnak szorítasz a világbajnokságon? Természetesen, igen.
És milyen ez a belga utánpótlás, amelyik ennyi világsztárt képes kinevelni? Mi a recept, mi a titok? Ugye olyan labdarúgókról beszélünk, akik ma már nem a belga bajnokságban futballoznak, de az alapokat, a nevelést ott kapták meg annak idején. Igen, én szerintem egyrészt ugye ez a nagy verseny is, ugye amint mondtam, hogy az edzéseken mindig konkurencia van, mindig versenyeznek, hogy odaérjen mindenki a meccseken is, és hogy ők is sikeres legyen. És ugye rengeteg ügyes játékos is van, ez így, szóval mindig konkurentálja egymást, és mindig maximumot kell nyújtani minden edzésen is, meg minden meccsen is, és másrészt semmelyik klub nem engedi elszállni a játékosait, mind az edzés körülményekben, és a játékos nevelésben is az egyszerűség dominál. És nagyon alázatra nevelik a játékosokat, ami miatt hosszú távon eléggé sikeresek tudnak lenni. A válogatottjuk idáig 12 világbajnokságon vett részt, a legjobb eredményt még 1986-ban ért el, most viszont akár ennél is jobban szerepelhetnek. Szerinted, belegondolva a mai ellenfélbe és az elődöntőbe, milyen esélyeik vannak? Szerintem igazából úgy játszanak, mint eddig, meg ahogy játszottak a brazilok ellen, akkor a döntő bejutás az természetes, és akár még nagy esélyük is van az aranyra is. Belgium korábban is, az előző Európa-bajnokságon és VB-n is viszonylag jó szerepelt, és amolyan titkos favoritnak tartják ezt a generációt már egy jó ideje. Miért mostanra értek össze? Valószínűleg Martínez szövetségi kapitány érdeme ez? Igen, szerintem a Martíneznek az érdeme, mert mentálisan adott nekik egy eléggé erős tartást, és elértette velük, hogy ők bármire képesek, mint ahogy például az angol meccs után mondta, hogy ők direkt mentek a nehezebb ádra, mert aki világbajnok akar lenni, annak mindenkit le kell győznie természetesen. Számodra a játékosaik közül, a válogatott labdarúgók közül kik a legizgalmasabb vagy legérdekesebbek egyéniségek? Egy olyan állományról beszélünk, ahova például Raja Nainggolan nem fért be. Az én szempontomból, akit én úgy leginkább csodálok, az nekem ugye Hazard, De Bruyne, meg Mertens, ugye az első háromszámos. A kreatív, gyors, kemény játékuk miatt, és ugye, amint a belga válogatott, arra is ugye híres, hogy milyen erős támadó sorja van. Hogyan láttad ezt a brazilok elleni csatát? A brazil barátok azt mondják, hogy a jobban játszó, és egyébként is jobb csapat esett ki. Mások meg, akik inkább a belgáknak szorítottak, azt hangsúlyozzák, hogy egy roppant okos, taktikus és stabil válogatott volt a belga. Szerinted? Én szerintem igen, taktikailag a belgák megfojtották a brazilokat. Ugye a több elemzésből is kijöve teljesen fel voltak készülve a belgák erre. És ugye manapság nem mindig látványos focival, de célra törően ugye nyerni kell, főleg egy világbajnokságon. Ugye, amikor világbajnok akarsz lenni, akkor nem mindig kell játszani látványosan, de viszont eredményesen igen. És fontos az, hogy egy csapat mindenféle helyzetre és típusú ellenfélre jól tudjon reagálni. A belgák esetében láttuk ezt, amikor a papíron mindenképpen erősebbnek vagy esélyesebbnek nevezhető brazilok ellen játszottak és hogy játszottak, de azt gondolom, hogy például igazi erényeiket mutatták meg Japán ellen is, nem? Igen, pontosan. Ugye ez egy tipikus belga vonás, hogy az utolsó pillanatokig, amíg még megy a meccs, amíg lehet, addig mindig küzdeni kell, és mindig próbálni, mert soha nem tudhatod, hogy ugye mikor fog jönni még egy helyzet, vagy mikor lesz egy egyéni hiba, vagy akármi, ami miatt az utolsó pillanatokban is meg lehet fordítani egy mérkőzést, igen, mint a japánok ellen pontosan. Na Martin, és akkor itt visszakanyarodhatunk a neveléshez, mert azt gondolom, hogy ez a játékos nevelés az az időszak, amikor belekerül a futballistákba ez a fajta mentalitás, igaz? Igen, pontosan, ugye itt nevelik be, játékos nevelésben van ez, amikor ezt benevelik, és akkor ugye, ha van egy 11 játékos, aki mind ugyanazzal a mentalitással áll hozzá egy mérkőzéshez, akkor az ugye legtöbbször szinte legyőzhetetlen. Mit kell játszaniuk szerinted a franciák ellen a siker reményében? Ez ugye egy nehezebb kérdés, mert szerintem a francia válogatott, a belga válogatott szinte két eléggé hasonló csapat, ugye gyors támadósor, kompakt védelem, elég erős középpálya, de szerintem itt ezen a mérkőzésen azt fog dönteni, hogy ki tud tovább az utolsó percekig koncentrálni. Látványos mérkőzésre számít az két hasonló stílusú szomszédország, bizonyos értelemben félig meddig szegről végre rokonok, ugye a
franciáknál a szőkenőkön kívül a belgák általában a viccek tárgyai. Sok minden köti össze ezt a két országot, sok a futballkulturális hasonlóság is közöttük. Szóval itt milyen játékképre számíthatunk szerinted ma este? Hát szerintem, igen, szerintem nagyon egy domináns játék lesz. Szerintem a támadáson lesz mindkét csapatnak először is a hangsúly. És szerintem igazából azon is lesz hangsúly, hogy ki fogja tudni kontrákkal megnyerni a meccset, ki fog tudni ugye például a játék átmenetekbe, a védekezésből, a támadásba, védekezésbe visszaállni, és aki ezt jobban fogja tudni vinni az utolsó percet, jobban fog tudni koncentrálni, azt szerintem meg fogja nyerni a mérkőzést. Akkor neked vannak, ha jól érzékelem, olyan érzéseid, vagy olyan szimatod, hogy a mérkőzés utolsó szakasza döntő lehet? Igen, szerintem az utolsó negyed óra, 20 perc lesz az, ami úgy eldönti igazán a meccset. Van-e olyan szándék szerinted a csapatokban, hogy vigyük el ezt a mérkőzést akár a 11-es rúgásokig? Én szerintem nem igaz, hogy a belgák ugye, meg a franciák se elég jók lennének 11-es lövésben, mert ugye két nagyon jó kapus áll a mindkét oldalon, meg ugye nagyon jó 11-es lövők is, de én szerintem semmelyik csapat se nagyon szívesen menne el a 11-esekig, főleg ugye, ahogy mondta, nagy a rivális, ugye, hogy francia-belga, ezért szerintem megpróbálják egymást megverni a 90 percben. Tehát rendes játékidőben gyűrközni és döntésre vinni a dolgot. Ha ez sikerülne Belgiumnak, állíthatjuk azt, hogy a legnehezebb ellenfélen túljutnának, és utána vagy jönnek a horvátok, vagy még egyszer az angolok. Igen, hogyha franciákat legyőzünk, de ugye világbajnokságról beszélünk, szóval szerintem Anglia meg Horvátország ugyanolyan nagyon magas szinten van. Szóval természetesen én őszintén megszólva a horvátoknak szurkolok, mert ugye az ő mentalitásuk, az ő küzdő erejük az nekem nagyon elnyeri a tetszésemet és a tiszteletemet is. De igen, akármelyik is jutnak össze, szerintem ugyanúgy komolyan, vagy akár még komolyabban is kell venni azt a mérkőzést, mint a franciák ellen, mert soha nem tudhatod, hogy milyen mentalitás van a másik csapatoknak is. Martin, köszönöm szépen, hogy velünk voltál, és akkor jó harcot a csapatba kerülésért. Szia! Én is köszönöm, viszontlátásra!